Sziasztok, üdvözlök mindenkit a csatornán. Gondoltam, hogy a múlt heti, ilyen magyaros heti menü után ismét megmutatom a nagybevásárlást. Most a Lidl-ben és az Aldi-ban jártunk. Először is rögtön van itt egy, hát ilyen rajzoláshoz, meg festéshez való szimpla, ilyen nagy, hát lapokból álló ilyen sketch füzetnek írja igazából. Ezt unokaöcsémnek hoztam, hogy tudjunk együtt rajzolgatni. Hát nem egy drága dolog, de szerintem arra, hogy mi alkossunk ilyen nagyobb felületen, szerintem tök jó lesz. Eddig hát ilyen nyomtatós papírokra rajzoltunk, de ennek azért nagyobb a mérete, és szerintem praktikusabb lesz. És ami még ide tartozik, hoppá, közben lelöktem itt egy-két dolgot, az egy ilyen tempera szett, és gondoltam, hogy akkor majd ez is tetszeni fog neki, nem drága egyik sem, és már egy-két dolgot így vásároltam a Lidl-ben, ami ilyen iskolásoknak való, és akkor így együtt szoktunk belőle kreatívkodni, és tök jók. Hoztam két tejszínt, illetve két vajat is, mindkettőt majd sütihez szeretném használni. Ami még innen jött, az nem más, mint ez a pekándió. Ezt már többször vettem, csak így nasinak is, meg akár sütemények alapjául sem rossz. Itt van néhány újdonság a sütés, hát ilyen kekszes tárolóban, most ezeket hoztuk. Van itt egy ilyen kókuszos, ottyás dolog, valamint egy ilyen milkás vafelin is dolog. Van itt két sonka hagyma, ezeknek nagyon enyhe és kellemes íze van, úgyhogy gondoltam, hogy most hozok ilyeneket. Illetve múltkor megtetszett ez a cementális sajt, úgyhogy ismét ebből hoztam. Az általunk használt és szeretett változatból viszont nem volt, úgyhogy hoztam egy ilyet, bízom benne, hogy finom lesz. Ez 300 g, és ilyen szeletelt változat. Igazából, hogyha nem lenne szeletelt, akkor is jó lenne, de hát most ez volt, és én még ilyet előtte nem láttam, de lehet, hogy csak a csomagolás újult meg rajta, úgyhogy azért nem ismertem még meg. Itt pedig az Aldiban bevásárolt dolgok lapulnak. Először is kellett valami egyszerű mosogató szivacs. Én ezt a kókuszosat szoktam venni, valamint tudjátok, a töknek a közepéből készült változatot. Annak mondjuk azért elég magas az ára, a kókusz rostosnak pedig igazából csak a rost alsó szálai, ami természetes, a szivacsos része ugyanaz, viszont elég strapabíró is sokáig lehet használni. Most hát az Aldiban ez volt a kínálat, papírban van, úgyhogy ennyi előnye van, hogy nem nylon zacskóba, de igazából ez sem túl környezetbarát, de a másik, amit szoktam használni, az viszont nagyon drága. Van itt két kaukázusi kefír, valamint két ilyen félig megsütött kis baguette-szerűség, amit még itthon a sütőben kell ropogósra elkészíteni. Hát ilyesmit nagyon-nagyon régen vettünk utoljára, és megpillantottam, és akkor gondoltam, hogy legyen ez. Van néhány labzselatin, sokkal jobban szeretek a labzselatinnal dolgozni, mint ezekkel a porokkal, mindjárt kihalászom a többi részét. Itt is vannak, úgyhogy gondoltam, hogy hozok belőle többet. Igazából itt írja, hogy hány darab kis lapocska van benne, és akkor a hátulján szokta írni, hogy egy-egy lap hány deci folyadékot, illetve különböző krémeket tud megkötni. Én ez alapján szoktam használni, és tök jól szokott működni. Van még itt néhány ilyen, hát ostya között ilyen gyümölcsös, hát szeletke, nem tudom ezeket magyarul hogyan kell hívni. Ez az egyik banános és epres, a másik pedig ilyen erdélygyümölcsös, vagy ilyen kékbogyós gyümölcsös. Hát ezek ilyen kis egészségesebb nasi variációk, ugye az ostyás szeletek után. Ami még itt van ebben a táskában, és hát nem szoktunk ilyesmit az Aldiban, illetve nagyon a Lidl-ben sem venni. Az most egy sportmelltartó, ami elvileg ilyen kis jogázáshoz írja, hogy való. A legnagyobb méretet hoztam el belőlem, ezt kinyitottam az MS-et, de hát annyira nem egy nyúlós dolog volt, és alapvetően ez sem tűnt olyan extra nagynak, de majd meg fogom nézni. Hogyha pedig nem jó, akkor ugye blokk ellenébe vissza lehet vinni, mert hát ott nem lehet felpróbálni az ilyesmiket. Van még itt egy Grana Padano, és amint látjátok, ilyen papírcsomagolásban van már, tehát nem műanyagban, ami szerintem egyrészt tök jól néz ki, másrészt pedig azért ez is jó, hogy ennyit lehetett rajta módosítani egy-két hónap alatt, hogy nem műanyagban adják már. Másik pedig egy ilyen Nutella hasonmás, Nutóka néven. Rengeteg ilyen teszten igazából tök jó eredményeket szokott elérni, úgyhogy ha nem kóstoltátok, nézzétek meg, mert nem rossz Nutella pótlék, és valamennyivel azért olcsóbba jön ki, és mondhatni teljesen hasonló
igazából az összetétele, hogyha valaki pálmaolajat nem szokott fogyasztani, akkor azok számára ez nem egy jó alternatíva. Közben kiszedtem itt ezt a sportmelltartót, hogy meg tudjam nektek mutatni. Egyszerű, szimpla, fekete, volt egy másik színűben is, annak ilyen állítható csatos X pántja volt. Én nekem ezek az egyszerű fajták jobban tetszenek, úgyhogy hát nagyjából így néz ki. Meglehetősen vastag és ilyen dupla anyaga van, úgyhogy szerintem egyáltalán nem lesz rossz. Belül nem láttam és nem nézegettem, hogy a szivacs az milyen formában van benne rögzítve, de úgy látom nem egy kivehető változat, hanem jó stabilan körbe oda van varva, úgyhogy szerintem ez nem lesz rossz igazság szerint. Hát ilyen kis egyszerű itthoni tornára, tehát nem futásra, meg nem ilyen extra nagy ugráláshoz szoktam hasonlót használni. Itt van a többi része még az Aldi-s vásárlásnak, van itt 4 liter tej, most innen hoztuk, illetve, hogyha betérünk az Aldi-ba, akkor általában Somu szokott ezekből a pudingokból hozni egy-egyet, van csokis és vaníliás, nekem pedig a nagy kedvencem, az nem más, mint ez a kvark elnevezésű, olyasmi, mint egy túrókrémes, joghurtos finomság, és az épp egy barackos marakujás változat, ilyen zsírszegény kis finomság, többféle ízben is van, ilyen 500 forint környékén van az ára, egy jó nagy, hát szerintem ez egy fél kilós, hát igen, pontosan egy fél kilós kiszerelésnek, valamint kaptam egy ilyen cuki kék színű nyalókát, Somu megtalálta és kérdezte, hogy szeretnék egy ilyet, na, hogy szeretnék egy ilyet, úgyhogy ennyit az Aldi-s részről. Mindjárt idehozom az időben vásárolt dolgokat, és akkor azokat is megmutatom nektek. Jó a retek, Luntusz? Jaj, gyere, Linki, te is! Itt van az első Lidl-ben vásárolt zacskó, amiben van ez a, hát most nem jut eszembe, melyik csokinak a hasonmása, de ide le fogom nektek írni, nem jutnak eszembe a dolgok, de igazából kicsit hasonlít rá, ez sem rossz, kicsit más az alakja, illetve a csoki bevonat rajta, úgyhogy egy olcsóbb variációja. Van itt ilyen kis koktél paradicsom, ez nagyon-nagyon finom, meg nem ilyen túl puhák benne a paradicsom szemek, ennek ellenére finom és ízletes alapvetően, tehát nem egy ilyen vízízű dologról van szó. Van itt egy ilyen dobozka rukkola, amit csak így szendvicsekhez hoztam, tehát nem egy salátát szeretnék belőle készíteni, csak hogy feldobjuk a házi zsömléket meg kifliket, illetve van itt 2 karolábi, amit én leveshez szoktam általánosságban felhasználni, de nyersen is szeretem, van itt egy sajtkrém, valamint akciós a mascarpone, úgyhogy hoztam belőle 2-3 darabot, hát nem tudom, a szavatosságát nem néztem, mert éppenséggel akartam amúgy is készíteni belőle egy sütit, de itt lehet látni, hogy 11. hónap 8-áig jó lesz, úgyhogy bőven el lesz még itthon zárt csomagolásban. Hoztam 2 papírzsepit, mert elfogyott az itthon lévő felszerelés belőle, úgyhogy most jó lesz ez is. Valamint ilyen csevapot is hoztam. Általában én magamnak szoktam kikeverni, valamint megformázni, de most őszintén 1000 forint, nagyjából fél kilós kiszerelés és egyszerű sertés és marhahús keveréke, úgyhogy tökéletes lesz erre a feladatra, illetve nem szokott rossz lenni, mert néhányszor már vettünk belőle. Itt vannak a különböző kis felvágottak, szokásos csirke, illetve sertés sonka, amit nem szoktunk általában hozni, az téli szalámi, de most egyetlen egy dobozzal abból is bedobtam. Itt van a csirkemell sonkának a másik társa, és ha jól látom, itt még van alul ebből a paprikás párizsiből, amiből szintén szoktunk többször hozni, valamint gondoltam, hogy hozok egy olívaolajat, ez most ez az olasz változat, ha jól tudom, igen, fél literes, viszont a múltkori az ilyen portugál már fogytámban, és gondoltam, hogy amíg kapható, meg mondjuk ilyen 1500 forint környékén van az ára, addig akkor hozok belőle. Na és itt van az utolsó táska, amiben van 2 kígyó uborka, illetve egy nagy jégcsap retek, de ami érdekesség, az nem más, mint ez a, hoppá, közben elgurult az uborka, ez a nagy óriás zacskóban lévő jázmin rizs, 3000 valamennyi volt az alapára, de le volt árazva. Mondom, nem sokan szoktak hazavinni ekkora mennyiséget. Most nem emlékszem, hogy 5 kiló, vagy
3 kiló, de mindjárt ki fogom deríteni, 5 kilós, itt írja alul. És hát gondoltam, hogy ha már úgyis rizst akartam venni, meg alapvetően is nagyobb számban szokott fogyni, akkor most 2700 forintért, vagy nem is tudom mennyibe került, annyiért teljesen megéri ez a nagy mennyiség. Azt még nem tudom, hogy miben fogom tárolni, majd megnézem, hogy van-e esetleg olyan nagy dobozom, vagy szétbontom kisebb adagokra, és akkor úgy nyugodtan lehet tárolni, és akkor nem lesz neki semmi baja, úgyhogy mindjárt kihalászom ezt innen. És ami még itt van, és már régóta nem volt, de már kellett, az két különböző zappehely. Általában ősszel, illetve téli hónapokban jobban szokott fogyni, akkor többször készítek zapkását is, de kenyerekhez, illetve péksütikhez is felszoktam használni, úgyhogy múltkorjában elhasználtam az összeset. Van itt egy görög krémjoghurt, valamint az utolsó dolog, az nem más, mint egy ilyen jégsaláta. És hát igazság szerint ennyi lett volna ez a mostani nagybevásárlás erre a hétre. Elég sok minden maradt a múltkori vásárlás után, úgyhogy nem kellett olyan sok mindent hozni, látható is, hogy elég kis helyet foglalnak így az asztalon. Azt nem mondom, hogy árban annyira sokkal kedvezőbbek voltak a dolgok, de ettől függetlenül most ennyire volt szükség. Remélem, hogy találtatok benne bármi érdekeset vagy hasznosat, és hát tudjátok, hamarosan újra találkozunk, de addig is sziasztok!